a lapok. Hát én gyorsan kerestem, illetve már tegnap este kerestem volna egy kis hátteret ahhoz a hírhez, amit én csak így nagyon távolból követtem, és hirtelen élesedett, ami most a fociban kitört az óriási balhé hogy 12 európai klub végül megalapítja a szuperligájukat, és úgymond kilépnek a bajnokok ligájából, illetve az UEFA keretei közül saját maguk alakítanak erre egy sorozatot, amire még a bejelentést megelőzően, mert hogy erről tudtak az UEFA-nál is, egy erő, elég erős fenyegetés érkezett az UEFA részéről, tehát az Európai Labdarúgó Szövetség részéről, ami arról szól, hogy az otthoni bajnokságban sem játszhatnak, és igazából az, a, 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 ebben résztvevő, tehát az új szuperligában résztvevő játékosok nem játszhatnak a saját nemzeti csapataikban sem, ezzel nagyjából lő, lő, lőnek, vagy lőnének az Európa-bajnokságnak e, is és a világbajnokságoknak is, illetve egy óriási katyfasz van, és óriási egymásnak feszülés. A hátteréről a portfolio.hu ma reggelre írt egy összefoglalót, ebből én is okosabb lettem. Természetesen lényegében a pénz mozgatja. Az a néhány elit akik a tartósan a csúcson vannak, ők azért jóval többet kaszálnak akkor, hogyha ezt megcsinálják. 12 klub van itt, és további 8 szal egészül neki a tervek szerint ez a liga, és ebből 15 állandóan ott lenne, és csak 3, 3 cserélődhetne, úgyhogy egy ilyen kiemelt verseny sorozatról lenne szó. Szóval érdekes, hogy franciák és németek még nem álltak bele, pedig győzködték őket, tehát a klubok között is feszkó van. És a számokat is érdemes lesz majd végigfutni, de nagyságrendi különbség van, amennyivel ezek a klubok többet kaszálhatnak. Ők azt mondják, hogy ezt már régóta tervezgették, erről volt hír a magyar sajtóban, és ezt tudjuk, viszont a pandémiás helyzet és a durván kieső bevételek gyorsították fel a folyamatot, hogy ők ebbe beleálltak és úgymond léptek. Az biztos, hogy ellenállás szerint, és ezt írja a portfólió stick is, ezen mindenki hatalmasat veszít, bukik. És eléggé nehezen elképzelhető, hogy legyen egy BL-döntővel párhuzamosan, egy uh, Superliga-döntő. Uh, a cégképpen Nápoly, Porto BL-döntővel párhuzamosan játszott, Real Madrid Liverpool. Superliga döntőről beszél, és a tévétársaságok és a reklámozók jó része elfordulna a nemzeti bajnokságoktól, a játékosok is hatalmasat veszítenének. Itt az a kérdés, hogy kirántja félre a kormányt, és lehet-e valami egyességre jutni, hogy ezek a nagy klubok több pénzhez jussanak. Ugyanakkor a kicsik se kevesebbhez, vagy a nem annyira elit klubok se kevesebbhez, a sokkal kisebb tortából ki, hogy részesedjen, ami most hogy a reklámpiacon kialakult. Na, úgyhogy nagyon érdekes ez a történet, mondom a legfrissebb gyors elemzés arról, hogy mi, mi áll itt a háttérben, hogyha valaki felkapta a fejét Sssst. erre a hírre tegnap, a portfólión olvasható. Aki nem tudná, magyar nemzetbe elolvashatja azt, hogy biztonsági háló védi a magyar gazdaságot, mert hogy az Orbán kormány intézkedései ezt megalkották, a lépések több ezer milliárd forintot mozgatnak meg, a bértámogatásoktól kezdve az adóelengedésen át, a törlesztési moratóriumig a kormány és a Magyar Nemzeti Bank is dobott a vállalkozásoknak, olyan döntések is születtek, amelyek egyben a gazdaság újraindítását segítik, ezt a szélt szolgálják például a beruházös támogatások, ezek kedvező hatása gyorsítja a kilábalást, és hosszú távon is érezhető lesz a növekedést erősítő hatásuk, írja tehát a lap, aki csokorba szedte az összes intézkedést, úgyhogy azokat is végig lehet olvasni. Aztán a Dunafernél óriási balhé volt. Hát gyakorlatilag biztonsági cégek feszültek egymásnak, némi rendőri beavatkozás is volt, ami meg nem jelent jót egy vállalkozás számára. Jogos birtokba vételi kísérlet, fenyegető erődemonstráció, esetleg az állami megmentést előkészítő manőver Ahányan vannak, annyiféleképpen értelmezik, mi történetet. Péntek este Dunói városban írja a népszava: ami biztos biztonsági örök sokasságát szállító konvoj indult a Dunai Vasmiósz, hogy elfoglalják a gyárat, a rendőrség feltartóztatta őket, atrocitásra szerencsére nem került sor. A vita az orosz többségi tulajdonos képviselő gyárvezetés szerint köztük és az ukrán kisebbségi részvényes között dúl. Van, aki szerint az állam próbálja majd megszerezni a vasművet. Az akció azt szolgálta, hogy a kormány a Dunaujvárosiak jövőjére és a köznyugalomra hivatkozva belefoghasson a kisajátításba, írja a népszava, ami egy riportot is közöl a helyszínről, úgyhogy azt is talán érdemes lehet elolvasni azoknak, akik érdeklődnek a Dunafer iránt, illetve a világgazdaságra csónakáznék, Jön még hegymenet a Babaváronál jósolja a lap nem sikerült a célosra az éveleje a babaváró hiteleknél, eddigi mélypontjára 35,6 milliárd forintra esett a frissen megkötött új szerződések összege, és a február is alacsony 40,8 milliárdos volument hozott, ez a jegybanki statisztikákból olvasható ki, a lakáspiac várható érenkülés, az otthon felújítási program felfutása ugyanakkor jót tehet a babaváró konstrukció iránti keresletnek is, és tovább emelkedhet a hitelállomány, jósolja tehát a világgazdaság, aztán van itt egy cikk az önvezető kamionokról Amerikában, ne tessék megijedni, újabb céggel gyarapodott az ilyen technológiát fejlesztő vállalkozások tőzsdei konvoja, a Too Simple langyos rajtot vett, ha ezt én jól olvasom, de kapitalizáció 8 milliárd dolláros önvezető kamionflottájával pedig a jósatok szerint két év múlva lehet majd tesztként találkozni Kaliforniában. Na, mm -hmm. éppen meghalt két ember Tesla önvezető módban rongyolt neki egy fának, hogyha jól olvastam a legfrissebb híreket, de ez komoly szabályozás alá esik majd, is továbbra is biztonságosabbnak mondják a szakértők, mint ha te ülsz ott. Azt mondja, hogy még csak egy apróság, egy érdekes egybeesésre bukkant a G7, a ma reggeli vezető cikkükből kiderül például, hogy az orvosok bérének emelése az egy nagyon jelös, jelentős költségvetési tétel, egészen pontosan 293 milliárd forint a kiadási többlet, és amit viszont az európai Uniótól Magyarország kért ilyen céllal, az pontosan ugyanekkor összeg, illetve nem pontosan, kerekítve 300 milliárd forint, tehát azt lehet nagyjából mondani, hogy az Unióval fizetteti ki a kormány az orvosok béremelését, jelenállás szerint, mert ezek az összegek egybe csengenek, úgyhogy nagyjából ennyit tudtunk. Friss, érdekes információkat a reggeli lapokból összeolózni, mindjárt megnézzük, hogy a tőzsdén mi, mi tőzsdén mi történt pénteken, illetve a hétvégén, mert röviden ismét rá kell kanyarodjunk a kriptópiacra is.